A francia szörny becenevű férfitól, aki teljes testét kitetováltatta, sőt még különböző plasztikai beavatkozásokat is végeztetett magán, egészen a világ legrövidebb nőjéig, ma a legkülönbözőbb és legtanulságosabb történeteket nézzük meg emberekről, akikről el sem hinnéd, hogy léteznek, ha nem látnád őket. Ha készen álltok, nyomjatok egy lájkot, és már kezdjük is! Anthony Loffredo. Anthony Loffredo, más néven a francia szörny, egy franciaországi testmódosításért rajongó férfi. A nemzetközi figyelmet nyilvánvalóan az extrém testmódosításaival érte el, idevéve a tetoválásait, piercingjeit és az összes műtéti eljárást, amit azért alkalmazott, hogy testét saját tetszésének megfelelően alakíthassa. Loffredo 1988-ban született Franciaországban, és már fiatalon érdeklődött a testmódosítás iránt, ami szenvedélye idővel csak egyre inkább kicsúcsosodott. Tinédzserként kezdett tetoválásokat és piercingeket szerezni, majd gyorsan ismerté vált a francia testmódosító közösségben. Az évek során a férfi számos műtéti eljáráson ment keresztül, mint például az orr és a fül eltávolítása, a nyelvének felhasítása és a szilikon tüskék beültetését a bőre alá. A fogait is kiélesítette, sőt a szemgolyóit is tetováltatta, vállalva azt, hogy ha hiba lép fel, akkor akár meg is vakulhat. A férfi többször nyíltan beszélt arról, hogy testét kiborg vagy akár idegen formává kívánja alakítani, és szélsőséges testmódosításait úgy látja, hogy kifejezi egyéniségét és feszegeti a társadalomban elfogadhatónak tartott határokat. Az orvosi közösség egyes tagjai kritikával és aggodalommal fogadták a férfi tevékenységét, mivel a szélsőséges módosításai károsak lehetnek az egészségére, és akár mások is követhetik veszélyes példáját. Te mit gondolsz Loffredo tevékenységéről? Szerinted tényleg így kell az elfogadásért kampány? Zion Clark. Zion Clark amerikai birkózó és motivációs előadó, aki 1997. május 29-én született Ohio-ban, az Egyesült Államokban. Figyelemre méltó eredményeiről ismert a birkózásban, annak ellenére, hogy kaudális, regressziós szindrómával született, ami egy ritka állapot, amely láb nélküli életet eredményezett. Zion emellett sajnos nevelőszülőknél nőtt fel, és élete során számos kihívással nézett szembe, de soha nem hagyta, hogy fogyatékossága visszatartsa, vagy bármiben korlátozza. Fiatalon kezdett birkózni, és hamar kialakult szenvedélye a sporták felé, amiből rengetegszer merített erőt élete folyamán. Már középiskolában versenyzett, majd a Tuscarawas-i Kent Állami Egyetemen birkózott, ahol aztán országos bajnok lett a National Junior College Athletic Association-ben. Főiskolai birkózó karrierje után Zion profi birkózó lett, és 2018-ban leszerződött a WWE-hez. Számos dokumentumfilmben és televíziós műsorban is szerepelt, majd sporteredményei mellett Zion motivációs előadással kezdett foglalkozni, és a fogyatékkal élők szószólója lett. Beutazza az országot, megosztva történetét és inspirálva másokat, hogy legyőzzék saját kihívásaikat és megvalósítsák álmaikat. A férfi figyelemre méltó kitartása és pozitív hozzáállása példaképé tette őt sok ember számára szerte a világon, és története továbbra is arra ösztönöz másokat, hogy lépjenek túl korlátaikon és érjék el céljaikat. Samuel Burns. Sam Burns amerikai tinédzser volt, aki 1996. október 23-án született az Egyesült Államokbeli Massachusettsben, és 2004. január 10-én hunyt el a progéria, vagyis egy ritka genetikai állapot szövődményei miatt, amely gyors öregedést okoz. Tiszteletből tettem őt fel erre a listára, mert állapota ellenére Sam hihetetlenül kitartó és elszánt fiatalember volt, aki rövid élete során számos figyelemre méltó hőstettet hajtott végre. A progéria kutatásának szószóló lett, és szerepelt az Élet Szem szerint című dokumentumfilmben, amely az életét és a betegséggel való küzdelmét örökítette meg. Sam többek között kiváló zenész is volt, dobon és trombitán is játszott, sőt fellépett a gimnázium menetelő zenekarában, valamint 2013-ban még a bostoni szimfonikus zenekar koncertjére is meghívták. Zenei tehetsége mellett pedig a srác elszántsága abban is megmutatkozott, hogy kiváló tanuló volt. Tagja volt a Nemzeti Becsület Társaságnak, és teljes ösztöndíjat kapott még a főiskolára is. A tinédzser inspiráló története sok ember életét érintette meg, szerte a világon, és öröksége a mai napig is tovább él a Progeria Research Foundation munkája révén, amelyet ő és családja alapított, hogy segítsen megtalálni a betegség gyógymódját. Sajnos ő maga is tisztában volt vele, hogy nem fog tudni olyan sokáig élni, mint a betegsége nélkül tehetné, de az volt egyik végső vágya, hogy tetteivel egy szebb világot teremtsen meg a jövő generációinak számára, még azután is, hogy
hogy ő már eltávozott a földről. Abigail és Brittany Hansel. Abigail és Brittany Hansel amerikai ikrek, akik 1990. március 7-én születtek Minnesotában, az Egyesült Államokban. Összenőtt szijámi ikrek, ami azt jelenti, hogy a törzsnél fizikailag kapcsolódnak egymáshoz, azonban két fejjel és két gerincen rendelkeznek, mind a mellett, hogy több közös belső szervük is van. Egyedülálló fizikai állapotuk ellenére Abigail és Brittany nagyrészt normális életet éltek, és számos szép célt, valamint eredményt értek már el. Állami iskolába jártak, és mindketten 2012-ben szereztek pedagógiai alapdiplomát a Bethlen Egyetemen, majd ezután egy minnesotai magániskolában kezdtek tanítani. A Hanselikrek életük során számos dokumentum, film, televíziós műsor és újságcikk tárgyát képezték már, és több televíziós beszélgetős műsorban is szerepeltek, köztük az Oprah és az Ellen Show-ban, valamint egy saját valóságshowt is kaptak. Annak ellenére, hogy állapotuk miatt számos kihívással néznek szembe, Abigail és Brittany kitartást, elszántságot és pozitív hozzáállást tanúsítottak az élethez, és világszerte sok embert inspiráltak egyedi körülményeik és eredményeik miatt. Céljuk, hogy motiváljanak másokat, akik hasonló nehéz sorssal születtek, arra, hogy véghez vigyék céljaikat. Tress Johnson. Tress Johnson egy amerikai tinédzser, aki 2003. október 14-én született Missouriban, az Egyesült Államokban. A vízfejűség nevű ritka betegség miatt vált híressé, amely folyadék felhalmozódást okoz az agyban, és ezzel a megnagyobbodott agykamrákban nyomást eredményez. Súlyos állapota ellenére a fiú figyelemre méltó életet élt, és számos kihívást leküzdött. Az orvosok már előre azt jósolták, hogy a születést sem fogja túlélni, de több műtéten is átesett az állapotának kezelés, beleértve egy cső elhelyezését, hogy elvezesse a felesleges folyadékot az agyából. Egy ideig az eredmények biztatóak voltak, de aztán sajnos a fiúnál agyi bénulást is diagnosztizáltak, vagyis egy neurológiai rendellenességet, amely befolyásolja az izomkoordinációt és a mozgást is. E kihívások ellenére Tress világszerte sok ember számára inspirációvá vált, és rámutatott arra, hogy miért nem szabad sosem feladni, bármennyire is úgy tűnhet, hogy minden esély éppenséggel ellenünk van. A fiú a vízfejűség kezelésére szóló kutatások szószólója lett, és számos eseményen vett részt, hogy felhívja a figyelmet az állapotra. Szerepelt a Trace Story című dokumentumfilmben, amely az életét és küzdelmét örökítette meg, és aktívan kiállt a nehéz sorsú emberek mellett. Jordana Amji. Jordana Amji egy indiai színésznő és televíziós személyiség, aki a Guinness világrekordot tartja a világ legrövidebb nőjeként. 1993. december 16-án született Nagpurban, Indiában, és mindössze 62,8 cm magasra nőtt. Jordanának akondroplázia, vagyis törpenövés nevű betegsége van, ami minden 25 ezer emberből körülbelül egyet érint. Magassága ellenére Jordana küzdött álmaiért, hogy színésznővé váljon, és számos indiai televíziós műsorban, valamint filmben szerepelt már. 2012-ben a nő nemzetközi elismerést szerzett, amikor a Guinness világrekordok könyvében a világ legrövidebb nőhévé koronázták. Azóta pedig arra használja platformját, hogy felhívja a figyelmet a törpeségre, és szót emeljen a fogyatékkal élők jogaiért, valamint támogatásáért. Jordan a világszerte sok embert inspirált pozitív hozzáállásával, elszántságával és az akadályok leküzdésére való képessége miatt, valamint megmutatta, hogy a fizikai magasság nem akadályozza az álmak elérését, és hogy a fogyatékkal élők kemény munkával, valamint odaadással nagy dolgokat érhetnek el, körülményeiktől függetlenül. Ez lett volna hát a mai videó, nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet, és remélem közben sikerült átadni ennek a fontos üzenetét is. A nehézségekkel való együttélés kihívást jelentő és gyakran elszigetelő élmény lehet, de az elfogadás hatékony eszköz lehet a belső béke és a boldogság megtalálásában. Az elfogadás pedig azt jelenti, hogy felismerjük és elfogadjuk helyzetünk valóságát, bármi is legyen az, és úgy döntünk, hogy arra összpontosítunk, amit irányítani tudunk, nem pedig arra, amit nem lehetséges. Fontos megjegyezni, hogy a nehézségek és kihívások az élet természetes részei, és senki sem immunis rájuk. Még akkor sem, ha az élet sajnos nem igazságos, így néhányan lehet, hogy több nehézséghez jutnak, mint mások. De ha elfogadjuk a helyzetünket, elkezdhetjük megtalálni a módját, hogy megbirkózzunk velük, és előrelépjünk, még akár a komoly problémáknak hitt dolgokkal szemben is. A kitartás, az elszántság és az emberi szellem, valamint lelki erő mind segítenek ezen az úton, és sokszor jobb szembenézni a kihívásokkal, hogy megtaláljuk a módját, hogy legyőzzük őket, ezáltal erősebb
szigorúbbé, együttérzőbbé és empatikusabbá válva. Az elfogadásnak azonban része mások elfogadása is, így amellett, hogy inspiráló lehetett ez a videó azok számára, akik rossz dolgokon mennek keresztül, egyben remélem rámutatott arra is, miért kell támogatni a másikat az ítélkezés helyett, mert sokszor nem is tudhatod mások történetét vagy nehézségeit. Remélem ti is osztjátok ezt a nézőpontomat, mindenképp nyomjatok egy lájkot, hogyha ti is így gondoljátok, ti is inkább támogatjátok a gyengébeket, a rászorulókat, és nem pedig elnyomjátok vagy éppen bántjátok őket. Tényleg még egyszer köszönöm nektek a figyelmet, ne felejtsétek el csatlakozni a csapathoz, vagyis iratkozzatok fel rám, nyomjatok be ezt a kis csengőt, és látni fogjátok a következő izgalmas és érdekes videókat is majd, amik közül már nem sok elérkezem is a következővel, lehet, hogy rögtön holnap, úgyhogy gyertek vissza akkor is, addig is még további szép estét, és sziasztok!